Éveken keresztül kényszerített hajléktalanokat koldulásra egy egri férfi és egy nő. Az egri nyomozók kedden reggel tartottak házkutatást a gyanúsítottak otthonában. Kiderült, hogy három hajléktalan tartottak fogva egy félre eső házrészben. Egyiküknek sem volt szabad kijárása, csak felügyeletel hagyhatták el a házat koldulás céljából. Az egri rendőrkapitányság kényszermunka büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy 33 és egy 34 éves egri lakos A rendelkezés álló adatok alapján el és N. József 2012-től fenyegetve, bántalmazással fenyegetve, rászorultságukat kihasználva több lakcím nélküli szemét kényszerítettek arra, hogy kolduljanak Egerben, valamint Bécsben. A házkutatás során több műlábat, kerekes széket és járókeretet is találtak a nyomozók. A gyanú szerint rokkantság színlelésére is kényszerítették a sértetteket. Azt még vizsgálják, hogy érintettek -e többen is az ügyben.